Kevés a kassai kollégiumok kapacitása, idén ugyanis több száz jelentkezőt kellett visszautasítani helyhiány miatt. Egyre több diák kénytelen albéletbe költözni, ami anyagi megterhelést jelenthet. A közelebb lakók utolsó lehetőségként a mindennapos beutazást választhatják, a legnehezebb helyzetben az egyetemisták vannak. A kollégiumaink kapacitása két épületben 833 férőhely. Idén 260 diákot kellett visszautasítanunk helyhiány miatt. A kapacitásunkat figyelembe véve nem tudunk minden kérvényt elfogadni. Természetesen szükséges bizonyos kritériumok meghatározása a diákok elszállásolásához. Az elsődleges kritérium a tanulmányi előmenete, aztán számít a távolság, valamint az iskola reprezentálása is, mondja az igazgató. A Szakkai József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskolában némiképp jobb a helyzet. Itt az iskola összes diákja helyet kapott, az egyetemisták számára viszont már nem tudtak szállást biztosítani. Maximális kapacitás 352 diák, tehát ennyi diákot tudunk elszállásolni összesen, 5 emeleten, 5 folyosón, és aki kért tőlünk szállást, mindenkit el tudtunk az utolsó 3 évben szállásolni. Tehát az egyetemisták számára is történhet az elszállásolás abban az esetben, amikor a középiskolás diákokkal nem tudjuk feltölteni a kollégiumot. Ezen az éven viszont a fullban vagyunk, tehát minden középiskolásnak adtunk szállást, így ezen az éven nem biztosítunk az egyetemisták számára szállást. Sajnos van olyan ismerősöm is, aki az éven nem kapott szobát, mivel nem elsős. Tavaly kevesebb pontja volt, és mégis kapott, idén pedig nem. Gondot okoz, mivel vagy bejár, vagy pedig talál lakást. Lakást találni nem egyszerű, és költséges. Az infláció a kollégiumok áraiban is megmutatkozik. Két ágyas szobák vannak, fel voltak újítva, tehát ezek új ágyak, új matracokkal, az íróasztalok is újak, illetve a polcok. Az áraink változtak az inflációnak köszönhetően, illetve a megye is figyelmeztetett minket, hogy nagyon sokáig nem változtattunk az árakon, és mivel gazdasági válság volt, ezért nekünk is emelni kellett sajnos a díjakat. Nagyon hosszú ideig a szállásdíj a középiskolások számára 35 euró volt, de ez most megváltozott, és tavaly májustól már 40 euró a szállásdíjuk, tehát éves szinten ez 400 eurót jelent. Csicserben lakom, és a Nagykaposi Gimnáziumból adtam be a jelentkezést ide Kassára. Hát a gyógyszerészeti szakra jelentkeztem be, és ugye hál' Istennek fel is vettek ide. Egy jó 106 kilométert írt ki a program, ahogy betöltöttük az adatokat, és ezzel rögtön megkaptam az internátot, így mondva, úgyhogy örülök, hogy lesz hol laknom. Albéletet találni Kassán nem egyszerű, a helyzet a tanétkezéssel pedig napról napra romlik.